sport és a tanulmányok összehangolása, egészséges életmód. Ilyen és ehhez hasonló témákról tartottak előadást Bonyhádon a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban szervezett Sport Életmód névre keresztelt előadássorozat első állomásán. A rendezvényen kötetlen beszélgetés formájában szakemberek körében próbáltak segítséget nyújtani, elsősorban a szülőknek. Én úgy érzem, hogy azért fontos a sport, mert a létformánkhoz, hogy mi létezünk, elengedhetetlen, hogy az mellett, hogy ha most csak itt a zömét nézzük, a gyerekeknek tanulnak, az mellett legyen még valami, ami az egészséges életmód felé vezető úton számukra egy olyan kiinduló dolog, amivel majd később megalapozzák az egész életüket. Az egészséges életmód számára fontos, a legfontosabb. Természetesen vannak olyan képességek, amit ha nem is fejlesztünk már kiskorba, akkor már le is késtünk róla, de minél hamarabb elkezdi, annál hamarabb az élete részévé válik. Az előadók kitérnek arra is, hogy a szülőknek lényeges szerepük van abban, hogy a gyermeket mozgásra ösztönözzék. Ha a család értékrendjében már eleve jelen van a sport, akkor a gyerek mindenképpen jó irányba indul el, és mindezekre az iskola és a sportegyesület ráerősíthet. Azonban az ösztönzés, a példamutatás a szülő feladata. Az én 40 éves pályafutásom során csak olyan gyerekekkel tudtam jó eredményt elérni, akik jó tanulók is voltak. A tehetségnek van 4 olyan faktora, amiből ha bármelyik hiányzik, akkor az illető nem tud kiemelkedő teljesítményt nyújtani. Az egyik az általános intelligencia, a másik a speciális intelligencia, motiváció és a kreativitás, és ez egy kerek egész, ez egy egymásba fonódó körök, amik metszik egymást, és abban annak a középpontjában van az, hogy tehetség, a talentum. És ezek a gyerekek például, akikkel mi foglalkozunk, vagy akikkel én, ezek naponta edzenek, hétvégenként versenyre járnak, és kiváló tanulók, minden évben fél évkor és évvégén fölírom a tanulmányi eredményeinket, és 4,3 körüli átlagunk van, ami például most a gimnáziumunk átlagával megegyezik, a csoportom is, tehát ez egy rendkívül jó eredmény. Ezek a gyerekek nagyon jól megtanulják a napi rendjüket beosztani úgy, hogy mindenféle fölösleges dolgot lepucolnak. Tehát megvan az iskolába eltöltött idejük, megvan az, amit az edzésre eltöltenek, és nyilván megvan a saját magánéletük, szórakozási életet. Ők nagyon pontosan le tudják ezt szabályozni egyébként. Ugye a mozgás az egy idegizom kapcsolat, idegrendszer-izomrendszer, és ez vissza is hat. Nagyon sok olyan probléma, egészségi probléma van, amit például mozgással javítanak, mozgáskoordináció fejlesztő gyakorlatokkal. Ezek a gyerekek, akik ebben benne vannak a napi edzésben, a napi terhelésben, ezek miután ennek van egy ritmusa, nagyon jól terhelhetők másban is egyébként. Tehát a mozgás az valamilyen szinten visszacsatolás az idegrendszer felé is. Egyfajta, hogy mondjam, ilyen, egy nagyobb terhelés előtti más olyan inget kap, ami révén majd, amikor azon a helyen kell neki, akkor hely tudnak állni. Ezek rendszeresek, alaposak, megszokják azt, hogy nincsenek hiányaik, tudni, a teljesítményben nem lehet őt, hogy lukak vannak. A mozgás mellett fontos odafigyelni arra, hogy a gyermek megfelelő tápanyagokat vigyen be a szervezetébe, és egészségesen étkezzen. Az egészséges életmód az magába foglalja az egészséges táplálkozást, a megfelelő folyadékbevitelt és a rendszeres testmozgást. Tulajdonképpen ezt a három fogalmat értjük az egészséges életmód alatt. Az elhízás megelőzése érdekében nagyon fontos a rendszeres testmozgás, hogy a gyerekek hozzászokjanak ahhoz, hogy minden nap végezzenek egy valamiféle sporttevékenységet. Nagyon fontos már gyerekkorban megtanítani a gyerekeket, hogy mi az egészséges táplálkozás, amiben ugye a lassulás az nem igazán tartozik bele. Ezt a lehetőség szerint megtanítani nekik, hogy ezt mondjuk aszalgyümölcse helyettesítsék, ne csokival, ne chipszel. A folyadékbevitelnél a legjobb az ivóvíz, az üdítőitalok azok mindenféleképpen kerülendők, mert rengeteg édesítőszer tartalmaznak. A szakemberek egyöntetően azt mondják, hogy a sport vagy a mozgás bármilyen formája kiváló alapkő. Fontos, hogy jelen legyen a gyermek életében, és érdemes már egész kiskorban elkezdeni.